Az első gyermek huszár és tüzérbandérium tagjai vonultak a Fonyódi Művelődési Házhoz, hogy a megemlékezőkkel együtt visszasétáljanak az 56-os hősök emlékművének megkoszorúzására. Polgármester úr, Domina Barnabás hagyományőrző huszárfőadnagy jelentem, a Fonyódi Gyermekhuszár és Tüzérbandérium az ünnepségre együtt áll. Kérek engedélyt a menet elindítására. Az engedélyt megadom. Értettem. A kishuszárok jelenléte már megszokott a városban nemzeti ünnepeinken. Minden nemzeti ünnepünk nagyon fontos a huszár életében, hiszen a huszár most már hungarikummá vált. És a huszár valahol a forradalom, a magyarság szabadság szeretetének tulajdonképpen a szimbóluma lett. Ezt próbáljuk a gyerekeknek is továbbadni. Ugye azért van nekünk gyermekhuszár csapatunk, hogy a gyerekek aktívan tudjanak részt venni a nemzeti ünnepeinken, megismerjék a hőseinket, az őseinket, a múltunkat, és legyenek büszkék ezáltal, hogy ők is aktívan részt vesznek a nemzeti ünnepen. A forradalom szele 1956. október 28-án ért el Fonyódot. Több száz fős tömeg gyülekezett az egykori járási tanácsház előtti téren, majd innen vonultak át a vasútállomásra, a rendőrségre és végül vissza a tanácsházhoz. Másnap, október 29-én ledöntötték az épület tetejéről az elnyomást szimbolizáló vörös csillagot. A forradalom és szabadságharc leverését követően Fonyódon is számos áldozata volt a megtorlásnak. 37 főt nyilvántartásba vettek, 7-et rendőri felügyelet alá helyeztek, 5 főt internáltak, sokan pedig külföldre emigráltak. Az emlékezők az ő tiszteletükre helyezték el a koszorúkat és mécseseket. Ezt követően a hagyományőrző huszárok díszsortűzzel. Az 56-os hősök emlékére tűz! Majd ágyúlövéssel tisztelektek 56 hősei előtt.